Jó napot kívánok, sziasztok, köszöntöm a kedves nézőket, az M3 autóparkban vagyunk, Concerto lesz a mutató, megmutató ember, én pedig a magyar hangja leszek itt a bemutatónak, köszöntök mindenkit. Tehát a jármű, amit szeretnénk nektek megmutatni, én azt gondolom, hogy egy abszolút ritkaság, egy itthoni magyarországi Mitsubishi Karizmát nézegetünk itt a telephelyünkön, 2001 negyedik havi a jármű, és összességében kettő gazdája volt, méghozzá 4 éves korától, tehát a második tulajdonosáé volt egészen a mai napig ez a jármű, és egy nagyon gazdag felszereltségű, alig futott még 200 000 kilométert az autó, és végig rendben és karban tartott. Olyannyira, hogy nagyon sok minden ki volt rajta cserélni, tehát biztos, hogy nem kell, például mondjuk a gumikat nem kellett cserélni, hiszen tulajdonképpen másfél éves 4 évszakos gumi van rajta. Lefotóztam a fotók közt, meg lehet nézni a mintázatot. Meg így is, ahogy megmutattam. A motorja egy jó kis megbízható, 115 lóerős dízel motor, alacsony fogyasztású, nyomatékos és nagyon szépen viszi az autónak a karosszériáját. Nyissuk ki és meg is tudjuk nézegetni közelebbről. Jó minőségű X-Side Premium akkumulátor indítja a járművet. Itt a karbantartásokról, amik a szerviz füzetében is benne vannak, az megtalálható itt is, és a szerviz füzetében is. Most nem olyan régen, 180 ezer kilométernél cserélték rá a vezérlését is a járműnek, tehát biztos, hogy azt sem kell cserélni senkinek, és műszaki vizsgáztatni sem kell, mert most márciusban volt az autó műszaki vizsgán, tehát konkrétan 21 hónap műszaki vizsga van még rajta. Mint látható, ezüst metál színű 5-ajtós járgányt nézegetünk, zöld színű gyári üvegekkel látták, és ugye ez egy komfort felszereltségű jármű. Ugye 5-ajtós, hatalmas, óriási csomagtér van benne, rögtön ki is nyitom, és bele tudunk ide is kukkolni. Benne egy nagy kivehető kalaptartó, benne van az EU doboz, és mint látható, ez is itt a hátulja, abszolút egészséges, tökéletes állapotú, nincsen elhasználva abszolút mértékben. Alatta jó nagy tér, sőt, több, mint ami kellene, hiszen még itt tudnánk pakolni. Itt egy elakadási jelző, az emelőszerkezet és a gyári, én azt gondolom, ez a gyári eredeti méret, az is lehet, hogy még ez a gyári kerék, amit beletettek, soha nem volt az úton. Reméljük, ez így is marad a továbbra is, majd a következő vásárolnak is ilyen szerencsés ember lesz. Dönthetőek az ülései pluszban, tehát hogyha kivesszük a kalaptartót, ledöntjük az üléseket, akkor egy hűtőgép ide simán be lehet tolni a hátuljába, tehát nagyon nagy csomagtartójú autó. Ezt a felét láttuk, itt nézzünk bele a belsejébe is. A Concertot megkérjük, mindig ügyesen meghúzza ezt a kilincset. Fantasztikus. Nézzük, mit látunk itt. Van itt egy izókészlet, plüss és szövet együttes, egy egész érdekes ilyen bordós színű kárpitozás. Oldal légzsákos is a jármű, nem csak ugye elő légzsákos. 4 darab elektromos ablak van benne, így kipróbáltuk ugye a baloldali hátsót is. Gyönyörű szép, abszolút nem cigis kocsi, tehát jó illat van benne, állítható magasságú az ülés, és 4 darab elektromos ablak kezelő bal kéznél. Centrálzárra be tudjuk magukat zárni, ezzel a kis gombocskával, és le lehet tiltani az ablakokat is. Üljünk be! Mit látunk itt? Látjuk, hogy 194.913 km futású az autó, és mindez hibamentesen teszi, tehát látható, hogy nincsen semmi hiba visszajelzés. Motorja szépen dolgozik, veszi a lapot. Azt hiszem, az kormányozta párítható, igen, innen tudjuk ugye lenyitni. Az elektromos tükröket innen tudjuk kezelni, jobbra-balra ugye. Aztán megvan a két gyári kulcsa, sajnos már szétesett és csináltattak helyette 2 darab másoltat, immobilizeres persze, itt van benne a kis piros jel, de megvan az eredeti 2 darab toll is különben, itt van hozzá, meg a távirányító is. Be tudjuk indítani ugye újra. Ugye ott az ABS jelzés, légzsákjelzés, töltés, olajnyomás. És már ketyeg is a masinánk, szépen kiadtak a kontrollámpák.
Nézzük sorba, még mit tudunk itt megnézegetni. Egy gyári Mitsubishi rádió van benne. Retrózni lehet, akinek van még kazettája, az még előszedheti őket a sútból és előveheti. Van egy bordkompjúter benne, ez már egy kicsit olyan kis pixel hibás, tehát egy-két kis vonalka hiányzik belőle. Amúgy javíthatók ezek a pixelek, tehát megcsinálják, hogyha valakinek mindenképpen látni szeretné ezt a információhalmazt. Velünk van Feri és Peti kollégám, mindig nagyon izgalmas dolgokat hoznak, ebben az esetben is szerintem. Nézzétek meg, tehát 1.9D-i klasszik, nem is klasszik, hanem komfort, mi rajta az oldalán, majd átjavítjuk. Ugye 23.3-18-ig, tehát ugye jó hosszú műszakia van neki. Ezt elmondtam, és itt van mellettem a szervizkönyv, hogy ez magyar nyelvi, hiszen ez egy magyarországi kocsi. És itthon vásárolták budapesti márkakereskedésbe egy vidéki tulajdonosságot, és onnantól kezdve 2005-től pedig egy gazdája volt, aki ugye ezeket a szervizeléseket ugye végezte és karban tartotta. Itt látható a vezérműszítcsere is, ugye, amit beszélgettünk, vagy láttunk, ugye, hogy 180 ezernél ugye volt ez a vezérműszítcsere. Aztán rendkívül korrekt gazdája volt, én azt gondolom, hogy ez nagyon ritka, és itt tájékoztatásul minden pontos, fontos információt az autóról ugye leírt nekünk, ami ugye itt látható itt is, hogy 2005-ben vásárolta magán személytől 50 000 km-es korában. Tehát abszolút visszamenőlegesen de mindent szépen leírt, abszolút tiszteletben tartva mindenkinek a kívánságot, hogy minden szeretne tudni az autóról. Én sokat ilyet nem láttam, teljesen korrekt, egy 2001-es autótól ez maximálisan hibátlan állapot szerintem. Ki fogjuk próbálni a srácokkal, tehát Feri, Peti és Concerto kollégám el fog jönni, és ki fogjuk próbálni ezt az autót menet közben is, mert hogy nagyon izgalmasnak tűnik, hogy ennyire kopásmentes, ennyire szép, tiszta. Mutatom az első üléseket is, hogy tényleg teljes mértékben én azt gondolom, hogy meglepő állapotú egy ilyen jármű. Tehát az első gazda is gondolom jó gazda volt, a második pedig még annál jobb gazda volt. Kiszállok és akkor elbúcsúzom tőletek tulajdonképpen. Más már nem szeretnék mondani, mert el fogunk menni egy próbautra. Ezzel a friss műszak is, szinte új gumis, abszolút rendesen karbantartott masinával, ezzel a Mitsubishi karizmával. Tényleg egy megbízható jó kis gép, és jó fogyasztási mutatói vannak, tehát ilyen 6,5 liter közötti üzemanyaggal szerintem simán el fog közlekedni nektek a gazdai elmondása szerint, úgyhogy biztosra vehetjük a háttér információk alapján, hogy ez úgy is van, ahogy ő ezt elmondta. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok, tartsatok velünk akkor a próbautra is, a következő videónk ugye arról fog szólni, és le fogjuk tesztelni menet közben ezt az autót. Iratkozzatok fel a csatornánkra, és látogassak el hozzánk személyesen ebbe a kis faházba, az M3 autóparkba. A viszontlátásra!